Sziasztok, szép napot mindenkinek! Képzeljétek el, hogy végre nászútra megyek. A pakolást már megkezdtem, azonban a sminkjeimet még nem szedtem össze, hogy pontosan melyek is azok, amiket szeretnék magammal vinni. Azt nagyjából sejthetitek, hogy nem egy-két sminkterméken van, azért a hosszú évek alatt rengeteg mindent összegyűjtöttem, rengeteg kedvencem van, most azonban nem lesz túl sok helyem a bőrönben, úgyhogy nagyon át kell gondolnom, hogy pontosan mit is fogok magammal vinni. Arra gondoltam, hogy ezt a kis cuki neszeszeremet fogom magammal vinni, ennek ugyanis olyan élhető a nagysága, nem túl nagy, nem túl kicsi, elég sok minden el fog benne férni, úgyhogy ebbe fogom mindjárt bepakolni azokat a sminktermékeket, amiket magammal viszek. Alapvetően az alapozással már végeztem, azért, hogy haladós legyen egy picikét a videó, de megmutatom, hogy mit használtam. Ezt a kettő kis terméket, ezek az Erborian márkás termékek, nagyon szeretem őket. A pinket kell először használni, utána pedig a másik következik. A pink az tulajdonképpen ilyen 4-1-ben primer, amit egy nagyon szép kis csillogós, picit tényleg ilyen kis pinkes lesz az arc, primerként működik, illetve hát így nagyon szépen feltölti és csillogóvá teszi a bőrt. Utána pedig jöhet ez a CC krém, ami meg egységesíti a bőrtónust, tehát van egy kis színe is, de nem sok, nem egy alapozó. Úgy gondolom, hogy abszolút ilyen utazás kompatibilis, mert pont annyi fedést ad, amennyire szükségünk van, de azért tényleg nem viszi túlzásba. És ami a legfontosabb, hogy van benne napvédő, ami hát nyilván akkor, hogyha az ember valamilyen napos helyre megy, elengedhetetlen, úgyhogy ez a kettő biztosan velem tart. A következő, amire szükségem lesz, ez a kedvenc korrektorom, ugyanis hát eléggé táskás most a szemem, meg kicsit kialvatlan vagyok, úgyhogy erre tutira szükségem lesz. Amivel pedig ezt fel fogom vinni, az az új kis kedvencem, ami nem más, mint ez a szilikon sponge-nak hívják, nem tudom, hogy mi a neve magyarul, szilikon szivacs, legyen az szilikon szivacs, ami ugye ugyanolyan, mint az ilyen régi sima beauty blenderök, tehát ugyanazt csinálja, csak azzal a különbséggel, hogy míg ez magába szívta az alapozót, esetleg a kontúranyagot, vagy bármit, amit ezzel felvittünk, addig ugye a szilikon nem szívja magába, de nagyon szépen el lehet mindent tüntetni vele, és ilyen nagyon jól lehet vele dolgozni, úgyhogy ezt is mindenképpen magammal fogom vinni. Na, és akkor utána ez mehet is be, mondjuk ezt még nem dobom be, mert át akarom majd mosni, de ugye ebbe az is szuper, hogy legalább ezen látjuk, hogy mennyi minden maradt rajta, mert sokszor a régi hagyományos kis szivacsoknál így azt mondtuk, hogy jó, mindegy, annyira nem látszik, nem mostuk olyan sűrűn. Itt viszont látszik, hogyha maradt rajta valami, ez érdemes mindig majd fertőtleníteni. Én nagyon szeretem szemceruzával feltölteni a szemöldökömet, de ahogy az látszik, ez nem szemceruza, ugyanis arra is rájöttem, hogy amikor szemceruzával készítem el a tökéletes szemöldököt, és mondjuk meleg van, nyár van, akkor ez sokkal hamarabb elvándorol valahová, ugye ez a krémesebb állak az képes elfolyni akár a szemöldökről, főleg, hogyha izzad az ember, és ilyenkor nekem egyébként a szemöldök por jött be, azon belül is, ez egy nagyon-nagyon szuper kis kit. Ez a Pierre René Professionnel-nek a szemöldök kis palettája tulajdonképpen, mindenki megtalálja a számára a legtökéletesebb színt, illetve még egy ilyen kis szemöldök wax is van benne, úgyhogy most ezt fogom használni, méghozzá egy kis ferdelcsettel. A szemöldökkel el is készültem. És akkor utána jöhet egy kis bronzosítás, kontúrozás, highlighterezés, és ezt is mind egyben megtaláltam. Ez új kis kedvencembe, szintén Pierre René Professionnel kis termékről van szó. És ha megnézitek, akkor itt egyben megvan minden. Ez a kontúr, ez a bronzosító, ez pedig a highlighter, úgyhogy ezt is most fel fogom vinni. Na, ha egy dolgot kell mindenképpen vinnem, akkor ez. Ez így ilyen 3-1-ben instant szépség. Oké, mehetnek hozzá az ecsetek is, mert arra is szükség lesz.
Akkor utána fessünk szemet mondjuk. Jaj, apropó szem, azt elfelejtettem mondani. Egy kicsit csalok, ezt nem ide fogom bepakolni, de ezt is mindenképpen magammal fogom vinni. Szintén ugyanettől a márkától. Ez egy örekedés gátló szemtapasz. Közben csak elolvastam hivatalosan, mi a neve. Ezt a táskámba fogom berakni, és a repülőgépen fogom majd feltenni, ugyanis hát 24 órán keresztül fogunk utazni. Jó, lesznek benne átszállások, de azért szóval a végére valószínűleg így fogom kinézni, úgyhogy szükség lesz majd egy kis finomságra, és ebben van kollagén és hialuronsav, úgyhogy ez egy picit feltölti majd a szemem alját, úgyhogy ezt mindenképpen magammal viszem, de ezt nem oda teszem be, hanem majd a kézitáskámba. Na, akkor menjünk tovább, jöhet a szem, ezt fogom használni, ezt a kis palettámat. Hát ez egy nagyon régi, nagyon jól bevált paletta tulajdonképpen, amiben csupa, szép, egyszerű kis földszín van, amiket jól tudok majd egymással variálni, keverni, úgyhogy ebből most valami kis natúr sminket gyorsan el is készítek. A szemfestéssel végeztem is, ez is mehet bele. Akkor most egy fekete szemceruzát fogok használni, illetve egy szempillaspirált, mind a kettő Lancôme-os, és nagyon szeretem őket, és ezzel szépen a felső szempillatövemet fogom majd egy kicsikét feketébbé varázsolni, ezzel pedig egyszerűen csak kifestem a szempilláimat, előtte pedig természetesen szempillát is fogok göndöríteni. Oké, ez is megvan. Úgyhogy most jöhet egy kis pirosítás. Szintén a nagy kedvencemet, amit ezer éve használok, fogom magammal vinni, Nanami mást. Úgyhogy ebből gyorsan fel is rakok egy kicsit az orcára. Oké, és hogyha ez is megvan, akkor utána már csak az ajkak maradtak, ahová elég sok mindent összegyűjtöttem, ahogy néztem. Ezeket fogom elvinni magammal, ez egy szájceruza, egy ilyen teljesen természetes kis szín, amit ezzel a kis rúzsommal szoktam együtt használni. Ezeket korábbi videóban már bemutattam, úgyhogy most nem is ezt fogom használni, hanem szintén ezt a Pierre René Professionnel nagyon-nagyon-nagyon szép színű ilyen kis szájfényét, úgyhogy ebből most felviszek egy keveset az ajkamra. És hogyha az ember így az ujjával viszi föl, akkor van egy olyan kis természetes hatása az egésznek, mint hogyha így beleharaptam volna egy eperbe, vagy egy cseresznyébe, és ez egy picit elszínezte volna az ajkainkat. Nem mint az enyémet, nem mindenkiét. Na, ez is mehet be. És amit még mindenképpen magammal fogok vinni, az... Ez teljesen szét van esve már. Annyit használom. Ez a kis kókuszolajos ajakbalzsam, amit egyébként én másra is szoktam használni, hogyha egy picit szárazabb például a körmöm körül a bőr, vagy bárhol, ahol egy kicsit szárazabb a bőröm, ott szoktam használni. Van még benne, pont szerintem a nászút végére el is fog fogyni, illetve néha highlighterként is ezt szoktam használni. Úgyhogy ezt is tutira viszem magammal. És végül pedig, hát nem tudom, hogy ez ebbe bele fog-e férni, lehet, hogy egy kicsit csalnom kell, és ez majd csak külön megy majd bele, nem fog beleférni, a bőröndömbe. Ez egy ilyen termálvizes kis spré, amit nyugodtan lehet arcra és bőrre is fújni, tehát egész testre, ami ugye nagyon-nagyon klasszú felfrissít, amire szüksége van az embernek, hogyha nyaralni megy. Nem csak a frissesség miatt, hanem termálvizet tartalmaz, tehát nagyon szépen hidratálja is a bőrt, és ezzel szoktam egyébként mostanában az arcomat is fixálni, mármint a sminket rajta. Hú, na ezt nevezem én felfrissülésnek. Itt van előttem tehát minden, amit el fogok magammal vinni, remélem, hogy semmit nem felejtettem ki, de hát tudjátok, amikor az ember külföldre megy, azért ott is érdemes egy picikét szétnézni. Amikor visszajöttem, akkor mindent el fogok mesélni, mármint, hogy milyen sminkeket találtam, és hogy elég volt-e, amiket magammal vittem. Szép napot mindenkinek, és puszi addig is. Sziasztok!